próbálja az övben visszaköszöntetni, vagy némi stílust csempészni az összképbe, de sajnos ez sem sikerült neki. Picit gyengíti a szürke színt, mert a szín karaktere ezt nem engedheti meg. Túl lágyak ezek a színek. Divatos és színes ruhákat mutogat Kovásznai Andrea stílus tanácsadó. Dobrev Klára és Varga Judit ruhatárát és megjelenését a neten fellelhető képek alapján elemezte. Senkit nem szeretnék bántani, viszont azt muszáj elmondanom, hogy az öltözködésünkhez nagyon erősen kommunikálunk, amivel nem biztos, hogy minden pártnak a tagja tisztában van. Ez egy szociológiai tanulmány egyébként, hogy a jól öltözöttség az milyen erősen hitelessé tudja tenni a politikusokat. Mind a két hölgy egy kicsit visszafogottabb szín és fazon használatban. A DK politikusának markáns frizuráját ruházatával is alá kéne támasztania. Próbálkozik színekkel, nyúl színekhez, amit egy picit visszavennék ilyenkor az a sminkje, tehát hogyha megnyomja az öltözékében a színeket, akkor nem szabad ilyen drámai sminkeket viselnie. Bátran nyúlt egy színhez, a blazerhez, ami egy eléggé erős sárga szín, ez talán neki egy kicsit élénk is, tehát én biztos, hogy inkább egy mustárosabb színt választottam volna, mert hogy ez a nagyon élénk sárga egy kicsit lekommunikálja. Ő háttérbe tud szorulni egy ilyen nagyon élénk színnél, neki már nem valóak a túl feszes dolgok, ezért választottam ezt a kicsit ávonalú ruhát. Amin gyönyörű díszítés van, tehát ez a szép díszítés visszaköszön ugye a manzsettán is. Ez konzervatív marad attól, de mégis van egy nőies üzenet ennek az egésznek. Dobrev Kláránál a csíkos inget a tanácsadó mellényúlásnak értékeli. Ez egy abszolút férfias viselet, csíkos ing, tehát nőknek nem is nagyon szoktam ajánlani sem a csíkos, sem a kockás ingeket, sokkal inkább a blúzok felé mennék el. Ugye az ing az a férfiaknak lett kitalálva, ráadásul így a pulóverre ráhajtva ez egy kicsit ilyen NSK stílusú viselet, ami nem hiszem, hogy erősíteni őt. Úgy látom, hogy a kis gyöngysorra próbált belecsempészni egy kis nőiességet ebbe az outfitbe, de még így sem sikerül áthozni. Soha többet, tehát ez egy ökölszabály. Egy másik kevésbé jó példája a maszkulin öltözködésnek, amikor szürke, szigorú színű nadrágot visel, ezzel a kék ingel szintén, tehát nem blúzt használ, nem blúzokat hord, hanem ingeket, amivel szintén megint túl szigorúvá válik. Próbálja az övben visszaköszöntetni, vagy némi stílust csempészni az összképbe, de sajnos ez sem sikerült neki. Tehát ehhez nem igazán lehet kapcsolódni. Tehát ha a nő az üzenet, a női politikus, akkor én nagyon szeretném, hogyha a női politikusok valóban nőnek öltöznének. Vannak olyan fényképei is, amin viszont egy picit túl szofisztikált, túl kevés szint használ. Ez sem jó, mert akkor nem tud nyomatékot adni a mondandójának. Egy kicsit ő súlytalanná válik ebben az egész dologban. Ez egy picit gyenge és kislányos ez a színválasztás. Ugyanakkor a nude színekben is egy picit tud kevés lenni. Hoztam egy jó példát is az öltözködésére, ami egy kicsit elhanyagolt viselete a hölgyeknek a komplét. Tehát amikor egy politikus nő elegánsan akar felöltözni, akkor vagy a nadrág kosztümöt választja, vagy a szoknyás kosztümöt. Tehát a komplé egy sokkal elegánsabb, nőiesebb viselet, csak sajnos manapság nagyon kevesen viselik. A komplé az egyberuhát jelent, és hozzá egy saját anyagából, egy rövid szabott zakóval, ami azért hatásos, mert idomokat tud csinálni egy nőnek. Ez egy gyönyörű kék kabát, ami Dobrev Klárának a szeme színéhez nagyon-nagyon szépen illene, megfelelően karcsúsítaná optikailag, és én nagyon szeretem ezeket a trükköket bevetni egy jól szabott kabáttal, igenis nagyon-nagyon sok mindent el tudunk érni, nagyon igényes a belseje is,
úgyhogy ezt neki nagyon-nagyon tudnám javasolni. Varga Judit, az igazságügyi miniszterünk egy nagyon dekoratív, nagyon szép vonalakkal megáldott nő, tehát nagyon-nagyon csinos. Amit képvisel ő is, az a konzervativizmus, tehát ő rá is illik az a tény, hogy nem nagyon mer kibontakozni, nem nagyon meri a színeket és a fazonokat használni. Ő is inkább a maszkulinabb megjelenés mellé tette le a voksát. Nagyon kevés sminket használ, talán semmit. Nagyon jól állnának neki a finom sminkek, finom rúzsszínek, mert azzal nagyon jó eredményt tudna elérni, ha még a ruhába vissza is fogja magát, hogy az arcán megjelenne némi szín. Ezzel sokkal barátságosabb és nőiesebb és elegánsabb lenne az összképe. Ezt a kockás blézert fekete garbóval túl szigorúnak értékeli Andrea. Erőt próbál képviselni, stabilitást, de a nő, mint maga, az nem jön elő ebből a kinézetből. Én mindenféleképpen, ha szereti a blézereket, ott is nyugodtan elmennék a váltömés, a nőies fazonok, a szabott fazonú női blézerek irányába. Varga Juditnak mind színben, mind mintákban, mert ugye a mintákról eddig nem esett szó, biztos, hogy fiatal kora és nagyon-nagyon csinos alkatát figyelembe véve én megengedném neki a pöttyöst, az ujjat nyitott. Tehát van mozgása, amikor használja a kezét, felemeli, integet, beszél, akkor nagyon finoman meglátszódik a bőre, amitől tudom, hogy félnek a konzervatív vagy polgári értékeket képviselő pártok, hogy ilyen nem lehet, de higgyék el, hogy lehet, és nem lép át vele semmiféle határt. Az öltözködésében felismertem, hogy fekete helyett nagyon sokszor használja ezt a bázis kéket, vagy monakó kéket, ami egy nagyon-nagyon jó választás, mert ezzel sokkal frissebbnek, üdébbnek tűnik. Nagyon szereti a monokróm öltözködést, ami azt jelenti, hogy egyfajta színeket hord árnyalatában. Ez mindenféleképpen az eleganciát és a nőiességet tudja tükrözni. Ugye itt ő is egy kompléban látható, bár nem egész alakos, és egy szép kis csipke blézer van a kompléhoz. Ez egy nagyon jól sikerült választása. Itt láthatunk tőle is egy ellenpéldát, ami picit gyengíti a szürke színt, mert a szín karaktere ezt nem engedheti meg. Túl lágyak ezek a színek, és mivel neki inkább a sötétebb színek állnának jól, nem az élénkek, inkább a középértékben mozgó színek, ez egy picit gyenge neki ez a szín. Varga Juditnak pedig ezt a kabátot néztem ki, ami szintén derékban szabott, akár egy ruhának is beillik, és csodásan állna rajta. A következő fotó, amit mutatok, ez is egy kicsit gyengébb példája, bár itt az akarat, a szándék megvan, hogy színeket használjon, de ez a két színpárosítás sajnos nem állja meg a helyét. Ez a babarózsaszín, ez egy picit gyengíti. Ez egy lágyabb tónusú szín, viszont ami mögötte van, ez a királykék ruha, ami egy királyi szín, benne van a nevében. A kettő nem passzol együtt, tehát ez egy nyártípusoknak a színe, ez pedig egy sötét teleknek a színe. Ez egy kicsit kislányosnak tűnik abba az összképben. Varga Juditon egyébként ez a királykék ruha Victoria Varga által készített, és nagyon-nagyon jól áll neki. Gratulálok hozzá. Mindkét hölgynek tudnám ajánlani szintén ezt az egyberuhát, ami belefér a konzervativizmusba, de mégis van ezeknek a húzásoknak egy ék alakú jellege, ami Doblev Kláránál például alakot tud csinálni, tudja nyújtani az alakját optikailag. A politikus hölgyeknek és férfiaknak is azt kell szem előtt tartaniuk, hogy ez egy kommunikációs eszköz, és ha ehhez jól nyúlnak, akkor nagyon nagy erőt tud képviselni ezt mondjuk egy választás előtt, ami előtt éppen állunk. Tőlünk nyugatra, mint említettem, ez nagyon-nagyon komoly erőt képvisel, és nagyon-nagyon odafigyelnek erre a dologra.
magamra. És ez nem egy úri huncutság, hanem igazából ebbe erő van, egy üzenet. És ez egy, nem egy elhanyagolható dolog, ezt muszáj lenne nekik szempontként kezelni.